próbáljuk visszapergetni az évtizedes emlékeket az 50-es évekre, hiszen ismerős arcok ülnek előttünk. Kérem, mutatkozzanak be a fiataloknak. Hát engem Puskás Ferencnek hívnak. Budánszky Jenő. Hidegkuti Nándor. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük itt Önöket, Gyulán, az egykori labdarúgó aranycsapat tagjait, hogy megtisztelteték az itteni közönséget, a mérkőző csapatokat itt az EB kapcsán. Kezdjük talán Feri bácsival, de mondhassuk így, hogy öcsi. Puskás öcsi az aranycsapat centere, illetve balkötője. Ne vegyük el, igen, a Nándor bácsának a szerepét. Jártanár Gyulán, és hogy eljött most hozzánk? Hát ez egy véletlen, mert épp itt vagyok nyaraláson, mondjuk arra jöttem, de nem tudtam nyarani, mert sokat kell szaladgálni. Szóval eljöttem megnézni a gyerekeket, itt vannak a spanyolok, itt vannak a portugálok, akik közel vannak jelenleg, és itt a magyar csapat is játszik, és tudtam, hogy a Nándi is, meg a Jenő is itt van, hát eljöttem én is egy kicsit, nincs olyan messze. Hogy érzi magát itthon? A mindig jó. Ez nekünk is nagyon jó eső érzés, és tud-e mondani orvosságot a magyar foci betegségeire? Hát még nem találták föl egyelőre, nagyon nehéz, de türelem kell hozzá. Én bízom abban, hogy a magyar labdarúgó még létezik, szóval a magyar labdarúgó nem halt ki, de vigyázni kell, hogy kik foglalkoznak velük, és én bízom, hogy 5 éven belül a magyar labdarúgás ismét fölkerül arra a nívóra, ahol őneki a helye van. Mondjuk, ha nem is fogja elérni azt, amit mondjuk a mi 50-es éve elérő csapatunk elérte, de ott lesznek az első 5 között biztos. Mit szól a fiatalokhoz, az itteni mérkőzéshez, illetve kit vár majd a legjobbak közé, esetleg a magyarokat? Hát mindesetre a magyarokat, hisz itthon játszanak, és megvan nekik minden lehetőség arra, hogy megnyerjék a meccset, vagy a tornát, de ezt meg kell nyerni. Meccs előtt nagyon nehéz, meccs után sokkal könnyebb beszélni. Mik a további programjai? Hát az a programom, hogy jövő héten kedden visszamegyek Spanyolországba, és onnan augusztus 9-én utazom Ausztráliába. Engedje meg, hogy tovább menjünk a sorba. Nándi bácsi, mint az aranycsapat egykori centere, az imént majdnem tévesztettem. Most milyen érzés a fiatalokat látni? Hát nézd, a nagyon jó érzés. Ellenőr vagyok, így mindig az nagy mérkőzések előtt a fiatalokat nézem. Sok tehetséges játékos van, csak megfelelő emberek kellenek ahhoz, hogy ezeket ki tudják választani. Nézd, a fiatal játékosok közül NB1-ben, ami az én veszőparipám, nagyon kevés játszik. Hát azelőtt az öcsi 16 éves volt, már válogatott volt. Ma nézze meg az NB1-es csapatokat, hogy van-e egy 18 éves, a 19 éves játékos köztük, nem lehet látni. Szívből egyetértünk, azt hiszem, de haladjunk tovább a sorba. Jenő bátyánk, Bunzánszky Jenő az aranycsapat hátvéd sorában, mint egyetlen stabil vidéki játékos. Hogy érezte magát, mint vidékinek? Hát eszem abban a csapatban, ott eltűnt a vidék és eltűnt a főváros, ott egy csapat volt. Tehát a csapat játszott, és abban mindegy, hogy ki honnan került be a csapatba, lényeg az, hogy megtegye, ami rá volt bízva. Csatárnak egy feladata volt gólokat rúgdosni, nekünk pedig kevesebbet kapni, mint amennyit a csatárok rúgtak. És hát én nem éreztem magamat, én, mind ahogy most is, ugye mi bármikor nagyon szívesen összejövünk, mind ahogy találkoztuk a múlt héten, végre egyszer mind az 5 élő tagja együtt tudott lenni, és hát mivel mi szeretjük ezt a labdarúgást, és mi is voltunk fiatalok valamikor, hát eljárunk minden mérkőzésre, megragadunk, és drukkolunk a magyar csapatnak, hogy jó szerepeljen, és hát Gyulának pedig annak, hogy hát mind több jó mérkőzés rendezhessen. Egy személyes megjegyzéssel engedjék meg, hogy megköszönjem a beszélgetést. Most abban a nagy megtiszteltetésben örömben volt részem, hogy gyerekkoromban 56 nyarán, amikor a lengyeleket 4-0-ra verték meg a Népstadionban, talán utoljára játszott együtt a magyar csapat, ott lehettem és láthattam önöket, úgyhogy az is csodálatos élmény volt, és nagyon örülök, hogy most itt személyesen újra találkozhatunk. További jó egészséget, és köszönöm a beszélgetést!